Fecske László, a világgá ment pók! Egy apró pók, legyőzve az iszonyt, a fekete özvegyasszonynal kezdett vad A szülei ezt összetett szemmel nézték, s közben pókáhontást idézték. Ki egy férek farán von finom fon finom fonalat testében érezhet majd erős áramvonalat. Még pókolózni sem tudsz! A pókmama emígy intette. Az előző urát is behálózta, s végül mind megette. A pocakos papapók pipázott peckesen, közben cselt és hálót szőtt csendesen. – Fiam, keresztes! Tudod, mi vagy te? Egy vesztes! – mondta mérgesen. A pici pók úgy érezte, hogy ez a pók ól neki valódi pokol. Elment hát a világhálójára, ahol új életet kezdett. Sorsának léce alatta már nagyon rezgett. Fejére apróka pók parókát húzott, s lábaira piros csizmát. Új pók ember lett ő, mutogatta is az izmát. Nevet is változtatott pókémorra. S már már hasonlított egy pók démorra. Egy nap pakkot kapott a pók. Egy pókróc volt benne, még rég az anyja szőtte, azóta a kis pók már ötször kinőtte. Hosszú évek teltek el, spik pak a pók parádés életmódot váltott, olyan világot, amelyet előtte nem, na, olyat látott. Egy bűnbarlangban megtanult pókerezni, ahol nyolc lábbal keverte a lappókat, s átverte mind az öreg pókapókat. A hókusz-pókusz kártyatrükkök tudora lett, s miután hazatért szülőhálójába, egy sikeres élet volt az, mit az asztalra tett.